Sziasztok, kedves barátaim! Bhagavad Gita-ban, 7. fejezetben Maya Sakta Manapadha Yogam Yun Janmadashrayaha A Samsayam Samagramam Yata Gyasyasita Shrin. Hogy a transzcendentális tudás, ami ember megkapja, hogy Tat Srinu, hogyha hallja, vagy olvassa, ez ugyanúgy hallani, olvasni, akkor mi történik? A samsayam, minden kétség a lélekről, hogy most lélek vagyok, nem vagyok lélek, van karma, nincs karma, megszűnik minden kétség. A samsayam samagramam, és utána asraya. Ez azt jelenti, hogy mi menedékbe leszünk. Most annyi sok probléma van, jönnek ezek a háborúk, jön a válság, pénzügyi válság, érzelmi válság. De ha valaki hallás által hallja ezeket a tudást, olvassa a könyveket, Bhagavad Gita-t, önmegvalósítás tudománya, van egy kisebb könyvek, minden ez, hogyha mi olvasunk, akkor mi tudjunk függni Istenen. És az, aki Istenen függ, aki menedéket vesz nála, akkor fog tapasztalni, és a samsayam, minden kétség elmúlik. És végül a szívünkbe lesz megvalósított tudás. Yatva gyasyasi. Lelki tudás, ami susukham kartamavyam, teljesen boldoggá teszi az embert. Honnan jön ez? Hogyan? Hogyha olvasunk a könyveket, ezeket a transzcendentális lelki könyv. Ebbe a könyvbe nincsen egy szó, ami anyagi, ez csak lelki. Ezért én csak tudok nektek ajánlani. Olvassunk, vásároljunk, adunk másoknak ajándékba, és leszünk boldogok. És Isten jelenlétét fogunk tapasztalni a saját életünkben. Köszönöm szépen, itt a képernyő alján tudtok látni e-mail címet, ahol lehet rendelni könyveket. Valaki, aki Budapesten lakik, találkozunk, írjátok ott, hogy jönnétek, akkor személyesen át lehet venni tőlem. Hogyha vidéken vagytok, elpostázunk nektek. Hare Krishna!